Szép jó napot kívánok, ciao ciao, haló, 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 úristen, ezer meg ezer éve. Beszarsz, behugyozol. Tedd fel a kezedet. Kíváncsi voltam, mennyire alatt jöttetek rá. Jó állót. Hát nem volt túlságosan, sok elég balfasz volt. Pisztolytárat. Hát pedig már egy idején forgatok. Aztán ezre hogy gondoltad? Mi? Beszarsz, behugyozol. Aztán meséljél már, mi nem tetszett. Mi volt a drágalátos, hogy is mondjam ezt? Rózsaszín szép cingárbajuszú fejednek a probléma, ami miatt te úgy gondoltad, hogy elmész a rendőrségre. Meghalsz konkrétan azért, hogy minket beköpjél. Jó, mondjuk ebben nem gondoltam be. Van esetleg utolsó kívánság, Buzeráns? Van. Na. Na mondjad. Mi az utolsó úgyis megdögöltek. Úristen. Igyá, mérget. Nem? Szegény? Ötlet, mi volt itt? Ezt érzek, apukám! Azt a... Ide büdös van! Ez már nem kell. Ez igen. Nagyon gyorsan gyere fel rádió, mert ki kell szabadítani a rendőrt. Várjál, még dolgom van! Még dolgom van! Jó, hát kell nekünk így formától tovább, de vagy nem? Gyere már! Keci, majdnem beleálltál. Eleget kapott. Főnök be. Beszéltem a Lilákkal, hogy hívják. Ketten vannak, majd beszélünk velük. Két tudták meg őket is. Két lila van összvisz. Hát de most érted. Azért nem sosem megyünk, hát tudod mennyi pénzünk van azoknak, meg a pirosaknak. Nem. A pirosaknak rengeteg. Jó, itt beálltam a kocsi mögé, kocsika eltorlaszolva az út. Tolaszol, de várj, még beérnek oda a parkolóba. Meg a lámpát le kéne állítani az autókat, mert nagyon látszik, hogy izé itt várjuk őket. Informátort ne lőjük le. Há, tényleg, túl és az hogy néz ki? Fixen van, vörös haja van, fekete pólója, elején fehér felirat. Oké, és ezt én majd nem fogom látni. Mondom, hogy közel kéne állnod hozzá neked is egy olyan 100 méteren belül. Vigyázz oda! Menj el úgy a börtön irányába egy kicsit. Mi? Ezt hallottál? Igen. Ez mi volt? A ki rádiónkra feljött. A mi rádiónkra? Fasz. Ez a helyzet fő oka, hogy tudjuk rádiófrakiteket. Erre. Aha. Bukta van. Aha. Az ki? El kéne engedni azt az urat, uram. Hát aztán miért kéne elengedni? Hát, valaki jöjjön ide, aztán alkudozhatunk. Mert ha nem engedik el, akkor botrány lesz. Jöjjön ide valaki, aztán alkudozhatunk. Hát nincs olyan, hogy alkudozás, uram. Vagy elengedik, vagy meghalnak. És egyébként ez itt tök jogos, hogy nem jöttek, akkor ezért mióta jöttek hallgattak meg minket? Hát már nagyon rég volt. Bemegyünk beszélgetni? Dehogy megyünk. Na, hogy be. Hogy állítólag... Állítólag a informátor minden. Ők is, nekik is mondtak cuccokat, mert nekünk is mondtak cuccokat. Ami az az informátor? Az az informátor. Ez a vörös hajuk? Hát akkor miért akarjuk megmenteni? Akkor csukják hát le a kezébe. Nem? Ez ott csak a rendőrök tudsz, hogy... Legyen akkor nem megmentelik el. Mivel akkor csak az informátort vadásszuk le. Hogyha mindenkit levadászunk most a rendőrségnek. És az informátort is? Azt is. Oké. Okay. De igen. Jó. Szerintem full csapda. Van egy lila bent, akire a rendőr fogja a fegyvert. Két lila van bent, akire fogják a fegyvert. Nem tudom, mit csinálnak a lilákkal közben, de ez még jól is jön nekünk, hogy bekavarnak. Tudod lelőni a rendőrt? Ne, hát nem lőhetek be a bázisra. Ja, bent a bázisra. Csak sniperrel nézem. Mit keresnek bent a lilák? Nem tudom. Meg egy csöves bement pakolni a izét. A rendőröknél milyen kalibert látsz? Nagy kaliber van náluk. Jó, az tuti csapda lesz, szóval én megmondom, egy full őszintén megmondom, hogy nem mennék. Viszont kinyírjuk mindegyiket, lesz egy csomó nagy kaliberünk is. De én erre most nem mennék rá. Ne szarjál, jó leszel. Kemények vagyunk, főnök, mi nagy sniper van. Csak én mozdulok, nézzük, hogy szerintem meg tudjuk csinálni egyébként. Tudjuk csinálni? Szerintem igen. Juhu. A lila konkrétan benn kukázik a rendőrségen. Lehet nekünk is így kellett volna bemenni. Én itt jövök.
Lőjünk, azt mondod? Aha. Mi legyen, itt vagyok, ahol lemennének autópályárok. Közelebb, gyere, közelebb, gyere, közelebb, gyere, közelebb. Erre vagytok. Nem, másik oldalt jön egy rendőrautó. Vagyok a aukciós ház. Ebbe a kocsiba, juss vissza, ebbe a kocsiba! Megvenni a picsába elfele. Elmegyek a hátsó rendőrautóra. Jó. Így de szarul vagyok. Azt a kurva életet a szóval. Tedd fel a kezedet! Rád van fogva a fegyver! Tedd fel a kezedet! Rád van fogva a fegyver! Olyan szarul vagyok. Tedd fel a kezedet! Kurva életbe. Fent van, fent van. Tedd fel! Előd, előd, előd! Előd, ja. Előd! Ah. Figyelj, figyelj rendőre! Figyelj rendőre! Etik ide, gyere ide rendőröz! Tehát mi van a fekete Mustanggal? Megölted? Nem, itt vagyunk, még itt van nálunk. A fekete Mustangos is? Igen. Kettő ember van nálad? A fekete Mustangos az velünk van, a Mustangos rendőrautót kaptuk el. De bazd meg, akkor engem lőttél, fater. Itt vagyok. Kilő, kilő, kilő. A rendőrök, meg a rendőrök vissza rám. Hallod, hogy fönn vannak a hegyen, Pepe? Fenn. Fenn. Mi vagyunk fönn a hegyen? Mi vagyunk a hegyen, mi vagyunk a hegyen, mi vagyunk a hegyen. Három ember van a hegyen. Mi vagyunk. A rendőr meg mi ketten titó, a titóvány vissza a fedezékbe. Te vagy? A fedezék. És azt mondjuk át hozzá. Mindjárt hat. Várj egy kicsit, bújjál, bújjál. Rendőrre nagyon vigyázzatok, rendőrre nagyon vigyázzatok. Ez a páncél az ott kocsiból lő, csak úgy mondom. Melyik? Uram! Uram! Igen? Nem gyere, egyszerű partnak egy rádiót és szólok be. Hogy fejezzük be. Full páncélos kocsiból lő. A kurva anyád. Nem lehet kilőni. De adjatok neki egy rádiót! Adjatok neki egy rádiót! Érte nem is értem, hogy miért kezdtünk el lőni. Ülj be a kocsiba, Bastia! Ülj be a kocsiba! Gyere el, gyere el, gyere el, Toto! Gyere el, Toto, gyere el! Gyertek el, gyertek Toto, mennyi, el! Toto, mennyi, 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 Toto! Menjünk el innen! Senki ne lőjön, kollégák! Jó, leállítottuk! Ezt kitartok, van egy esemény! Nyugodjatok meg! Senki ne lőjön! Se. Visszamennek, visszamennek! Senki ne lőjön! Ők se fognak lőni! Ti hol vagytok fönn? A lövést tesz, akkor meghalok! Megyünk a börtön fele! Lerádióztam, hogy senki ne lőjön, és veszünk inkább a sima pisztolyt! Oké. Most rád lesz fogva a fegyver. Még egyszer? Rád lesz fogva a fegyver. Rád. Állj oda ki a sziklára és tedd fel a kezedet. Kicsereljük a két embert és itt se vagyunk. Jó. Ezt is lerádózom. Annyi, hogy meg lesz a túlcsere és senkinek nem fog esni bántódása. Vagy de. Azt nem mondjuk, hogyha utánunk jöttök, akkor nem haltok meg, szóval csak a ti felelősségetek. Ha jöttök, meghaltok. Nem kérjük, hogy negyeltek utánunk, csak kifelelősségetek, kicsivel többen vagyunk. Egymással szembe kell majd menni, és akkor középtájt... Nem, ide jön a túsz. Ide jön, és elkezdni menni a rendőr. Ennyi lesz a kettő. Annyi, hogy ide kell hozzam a túszt, és én viszem vissza a kollégánkat. Nem középen cseremet, akkor abból megint csak dolar lesz, megint meghallják a rendőrök. És elindul a túsz is. Még abban is talán. Abban nem menj be, az nem lesz az jó, nem okay. Lesz az jó, mert akkor elkezdnek lövöldözni, megint meghal minden rendőr, érted azt? Megint csak a izé lesz, balhé, nem akarok vérontást. Van egy ilyen szép esős napunk, jó a levegő, kis a nap, minden jó szivárvány, mert nem érdekel. Meghoztam az úriembert. Nagyon jó, akkor most tedd fel a kezedet te is. Köszönjük szépen.
Azért, mert a kedves társad kell nagyon izé volt. Nagyon nagy volt a fasza. Ezen. Nagyon nagy volt a fasza a társadnak. Itt van a kapitányod, cimborát. Ő nem fél semmitől. Bőrösked, gyere, vagy hátrébb. Itt van a kapitány, igen. Én itt van, hogy néz ki a kapitány. Itt ide azt a kibaszott kapitány, mert... A vezetőülésben van ott a... Melyikben? Páncélosban. Páncélosban miért? Fosik? Fosik, hát. Aha. Fosik a kapitány? Mindenki, mindenkit beleültetett. Szólj a kapitánynak, hogy elfogtunk téged is. És köszönjük szépen a túszt. Na, akkor a szituáció a következő. Mondom, mi a szituáció. Kérünk érted $1000. És a kollégád el is $1000. Vagy menjünk bungee jumpingolni, kötél neki. Bázol? Kérlek, azt lerádőzom. Rendben. Az egyik túszt levisszük, és átvételre engedjük a másikat. Leviszem azt az öltajút. Jó. Az öltajú mehető, kedves volt. Mindenki nem a nagy a faszok. Szia, szia! Szállj be a Mustangba, de szállj be a Mustangba. Bepakoltatok? Kilövöm a kerekeket. Üljünk be a kocsiba, azt mehet. Mert lőtt ki a kereket gyorsba. Hol megyünk? Gyere, gyere! Hova megyünk, Pepe? Hát egyenesen egyelőre, hogy hívják be? Mondjuk fa telepre. Gyertek hát, telepre, jó? Hát figyelj, ez a csalban, még azért el kell beszélgetni. Azért megyünk fa telepre. Okay. Lesznek majd lehet ügyesen. Holnap délután 5-kor találkozunk. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Én Jus voltam. Sziasztok. Holnap 5. Just no.